Cáfolta a rendőrség azokat a sajtóhíreket, hogy részegen vagy kábítószer hatása alatt vezette a hablánnyal ütköző szállodahajót az ukrán kapitány. Azt azonban nem jelentették ki még egyértelműen, hogy a 64 éves ukrán férfi állt a kormánykeréknél az ütközés pillanatában. Azt mondják, hogy a nyomozás feladata, hogy ezt kiderítsék. A Margit híd alatti Duna szakaszon továbbra is keresik a katasztrófa három korai áldozatát. Egészen addig tart a kutatás, amíg van esély arra, hogy előkerülnek a holttestek. Ritkábban mutatott felvételek a hableány tragédiájáról. A Személyhajósok Szövetségének felvételén nem csak maga a baleset látható, hanem az is, hogy miután a Viking Sigyn alig 7 másodperc alatt maga alá gyűrte a turistahajót, fedélzetén 33 dél-koreai utassal és a két tagú magyar legénységgel, lelassít, majd visszatolat kicsit. Ezt követően pedig ismét gázt ad és elhagyja a baleset helyszínét. Nem csak a baleset okozásáért, a gondatlan okozásáért terheli a felelősség. A hablányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. Egyik jogi képviselője az M1-en arról beszélt, hogy nem kellő mértékben nyújtott segítséget, vagy azt teljesen elmulasztotta a Viking kapitánya. A felvételeken elég jól látszik, hogy ez az egész esemény olyan 2,5 perc alatt zajlik le, amíg a Viking elhagyja a helyszínt, majd 800 méterrel feljebb parkol le. És mögötte jött egy másik Viking hajó, 100 méterrel, az meg is állt, amikor látta, hogy valami történt, és viszont úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy teljesen meggyőződött arról, hogy mi történt a helyszínen, és szerintünk esélye lett volna annak, hogy több embert meg lehessen menteni. A rendőrség hetek óta nyomoz, egy 60 fős csoport csak ezzel az üggyel foglalkozik, már csak nem 80 tanút hallgattak meg. A baleset után több mint 8 órás szemlét tartottak a Viking szállodahajón. A kapitánytól még akkor mintát vettek, hogy kiderüljön, áll-e valamilyen szer hatása alatt. Fontos leszögezni, hogy a hajó kapitánya alkoholt nem fogyasztott, kábítószerfogyasztás gyanúja nem merült fel. A május 29-i tragikus hajóbalesethez a hatóságok szinte a lakossági bejelentéssel egy időben érkeztek. Ennek ellenére csak heten élték túl a tömegszerencsétlenséget. 25-en haltak meg, 3 áldozatot pedig azóta is keresnek a Duna 215 kilométeres, a Margit híd alatti szakaszán a déli határig. A rendőrök éjjel-nappal, hajókkal, helikopterekkel és drónokkal vizsgálják a folyót és annak árterét is.